Hogyha először jársz itt, akkor üdvözöllek a csatornámon. Ha esetleg többször jártál már itt, esetleg láttál már pár videómat, és úgy tévedsz ide, akkor is ismét üdvözöllek. Viszont szeretném neked kicsit tisztában rakni saját magamat. Hogyha te az ilyesmi videókat láttad, mint például ez... akkor felmerülhet benned a kérdés, hogy ez valójában egy idióta? A válasz igen is, meg nem is. Ha viszont te előbb ezt a videót láttad... Igazából régóta szerettem volna egy olyan videót, ahol meg tudom osztani veletek azt, amit van bent. Akkor megnyugodhatsz, mert ezzel kompenzálom a hülyeséget. Az én csatornám sokszínű. Megtalálható rajta horror... Hagyjál már! Szerelmi háromszög, szent magyaráz. Mi van? Semmi, csak azt mondom, hogy beleélt magad. Beleéltem magam, nem? Ez kívülhet a gyerek? Ezt meg ilyen facecam-kát van a kurva jelzve. Valamilyen misztikum. Egy kísértet, egy halott személy, néha pedig állat állítólagos megnyilvánulása. Az általános elképzelés szerint a kísértet az elhunyt személy szelleme vagy lelke, ami a földön maradt a halál után. Némely hagyomány szerint a kísértet csak az illető személyiségének maradványa, és nincs közvetlen kapcsolatban szellemmel vagy lélekkel. És egyszer kimentünk egy temetőbe. Hát nem kell mondani, hogy eléggé olyan éjfél tájt volt az idő. Hoztuk kamerát is. Mi egyébként nagyon ilyen mániákosok voltunk, hogy próbára tettük a bátorságunkat. Ezt mindenképpen le akarunk lenni. Mindenképpen akartunk. Egy videót egyszerűen, hogy ténylegesen mi tudjuk, hogy nem csináltunk a felvételre semmit, és levideóztunk, hogy biztos, hogy nyugod a dologban. Igen. Majd mutatunk videókat, amik hitelesek, vagy kevésbé, meg elmondjuk a véleményt. Most viszont az, hogy mi, hogy mentünk bele ebbe a témába. Megtaláltok rajta zenék. Remete élet mellett döntött a kullájához egy vörös bort öntött, de ez végül megbánta, mikor a cipőjét lehányta. Másnaposan indult kaját lopni, rájött, hogy meg fogja szokni a vanyila. Miért ne vadászom másokat illazzal rá alázom? Jó. Felvettem a bőr, kalácska bátom, elfutott a messze, kerestem a barátom. Miért vagyok egyedül a ház közepén? Anyámat keresem, de nincs denevér. Rózsaszín pónit már megöltétek, de nem igaz, mert jönnek majd az IT anyjáék, aztán az apáék. Futottam utána, megaludtam, belevertem a srác nyakában. Azt hittem, hogy lány vagyok, aztán kiderült, hogy igazából hányhatok. Nagyi rászolt, húzzet te Tóni. Mi az, hogy Tóni, ez nem Tóni. A labort átszélte a hegyes nyíl, elkezdődött a Pony Grill. Nem szar ez, csak kedves, mindenki, a szép leves. Ron Weasley szereti az ízvilágát a rizibizinek. Mindenki szereti az ízét,
beleértve a nagyinak is. Szívem az ő szeretét megütötte a kis peretét. Vízi vízi ízvilága majdnem tökéletes, de az a biztos, hogy majdnem semleges. Hát már egy jó pár végigjátszást is végigvittem. Igazából itt nem kell nagy akciókra várni tényleg, mert itt nem lesz, de végülis lesznek izgalmak is benne, mert majd meglátjátok. Tehát igazából én sem tudtam, mire vállalkoztam, de tényleg egy ilyen kis kaland az egész, és nagyon jó. Bámulatos egyébként, hogy miért nincsenek ilyen játék. I believe I can... Illetve nekem van egy házjáratom, Boci. Ülj itt, Boci, mert olyan tarka, mint a Boci. És sziasztok, nagyon rég találkoztunk, nagyon rég láttátok őt. Ő egy kis héregolyó. Illetve ha már eléggé szép néztél, úgyhogy gondolom már azért a hülye fogalom az már kezd így ellenyészni, és egy jobban kezded átlátni, hogy miről szólna a csatorna, de hogyha esetleg nem tetted meg, akkor elmondanám, hogy nekem a szórakoztatás a célom mindenfajta témában, illetve tanácsadás, meg valamilyen szinten emlékek. Vannak olyan videóim, amit magamnak csináltam emlékképpen. Valójában a csatornának a lényeg ez. Kitalált hülyeségeim vannak, kitalált poénok. Szeretném figyelembe ajánlani neked a weboldalamat, ahol elolvashatsz mindent rólam, hogyha annyira érdekel. Illetve ott videók is vannak fönt, kategorizálva vannak, rengeteg az összes videóm fent van. Van nekem egy animációs sorozatom is, a Skizofrén. A Skizofrén egy kitalált 5 személy, amit én alakítottam ki, és ebből csináltam egy sorozatot, egy animációs sorozatot, amit ugyanúgy megtalálhatsz a csatornán, illetve a weboldalon is megnézheted, hogy milyen információk, hogyan jöttek létre magák a karakterek, mit szimbolizálnak bennem. Szóval ezt is megtalálod a weboldalon. Ugye híres tetoválásom, amit már mindenki látott, ennek is a jelentése a weboldalon megvan. Szóval gyakorlatilag mindent megtudhatsz rólam, amit csak szeretnél, ami a csatornám publikus. Ajánlom neked a lejátszási listákat, mert nagyon sok mindent lejátszási listákba tagoltam, szóval nem fogsz eltévedni a következő rész miatt, mert közel 900 videóm van. Facebookon meg tudsz találni, facebook.com/szefi91, ez a profilom, lehet követni, nem tudok most bejelölni, mert már rengeteg ismerősöm van, illetve a Szefi kötője site Facebook oldalam. Írhatsz nekem a szefi91@gmail.com-ra, illetve ask.fm/szefi91, szóval minden Szefi 91 majdnem, ami velem, vagy nem a oldallal kapcsolatos, úgyhogy nyugodtan lehet érdeklődni, nyugodtan nézz szét. A weboldalon van egy gyík menüpont, ahol egy órás videó konkrétan ki van válogatva, hogy milyen kérdésekre mi a válasz. Elég sok kérdést kiveséztem már így a videózásom alatt, szóval először azzal kezd el, hogyha valamilyen kérdésed van. Hogyha ezeket a kérdéseket nem tudtam megválaszolni, akkor írja nekem vagy Askon, vagy Facebookon, vagy pedig Gmailon. A YouTube üzenetrendszere annyira el lett rejtve, hogy azt nagyon kevésszer nézem, tehát arra nem nagyon így. Facebookon tudok a leggyorsabban válaszolni, illetve utána Askon, utána meg Gmailon. Bármilyen véleményed van, megadhatod kommentbe a videó alatt. Szóval ennyi lenne ez a csatorna bemutató. Remélem, hogy
felkeltettem érdeklődésed, és élvezettel fogod nézni tovább a videókat. Sok szerencsét kívánok neked, jó napot, jó estét, amikor nézed, még ilyesmi. Olyan jó ez a szar, hogy állam pörög. Olyan csopágy is van benne?